Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják. Benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Itt a bábolnai gazdanapok megnyitóján is szóba került az az asszály, ami sújtja az országot. És nem csak az asszály probléma itt a magyar mezőgazdaságban, hanem az, hogy olyan mértékben lecsökkent a talajoknak a vízszintje, ami már-már úgy tűnik, hogy szinte visszafordíthatatlan. Hát reméljük, hogy nem. Igen, nagyon összetett ez a probléma, hiszen az, hogy az Alföldön ilyen súlyos asszály alakult ki, az részben köszönhető idézőjelben a rendkívül kevés csapadéknak. Ez inkább felnagyította azt a probléma halmazt, ami már sok-sok évre visszavezethető. Hogyha nagyon távol akarok visszamenni az időben, akkor azt mondhatom, hogy minden a folyószabályozással indult, hiszen az Alföld vízgazdálkodása, ami mai viszonyokra jellemző vízgazdálkodása, akkor alakult ki. Az volt egy olyan táj átalakítás és tájrendezés, ami az elsivatagosodást, az elszikesedést felerősítette és megindította. Ami önmagában egy nagyon jelentős gazdálkodási gyakorlat átalakítást követelt meg a gazdálkodóktól. Már az 1920-as években a száraz gazdálkodás kérdésköre foglalkoztatta a gazdákat és a tudományos szakembereket is. És igazából az a helyzet, hogy a klímaváltozás és a szélsőséges időjárási jelenségek az elmúlt évtizedekben valóban felerősödtek. De ezzel párhuzamosan, ezzel egyidejűleg a gazdálkodás részéről sem történtek meg azok az intézkedések, gyakorlatváltozások, szemléletváltozás, aminek be kellett volna következni egy ilyen súlyos helyzetben, ami egy alapvető átalakulást, átalakítását jelentette volna a gazdálkodási gyakorlatnak. Arra gondolok, amit már jó néhányan mondunk évek, évtizedek óta, Birkás Márta professzor asszony ennek a leghangosabb hirdetője, hogy a talaj nedvességet akkor kell a talajban tartani, amikor a csapadék rendelkezésre áll, amikor leesik a nedvesség. Mostanában is hallom azt, amikor megérkezik az eső, hogy megnyugodhatunk és lélegzetet vehetünk, hiszen most már majd enyhül az asszály és lesz elég csapadék. Én azt gondolom, hogy na ilyenkor nem szabad megnyugodni, ilyenkor nem szabad lélegzetet venni, lélegzethez jutni, mert most kell megtenni minden intézkedés annak érdekében, hogy az a csapadék, az a nedvesség, ami a talajba kerül, az lehető legnagyobb mértékben a talajban is maradjon, a talajban tartsuk, és akkor felvehetővé, felhasználhatóvá váljon a növény számára, amikor asszályos időszak következik be, amikor hosszú időn keresztül nincs csapadék. Ma az a legnagyobb probléma Magyarországon, hogy még a gazdálkodók jelentős része tisztelt a kivételnek, mert azért vannak példaszerű kivételek, de nagy részük nem veszi figyelembe ezeket a körülményeket, és én azt láttam ebben az évben is, hogy még mindig sok esetben nem volt elég nagy a csapás ahhoz, hogy egy jelentős, drasztikus szemléletváltozás bekövetkezzen. Nyári szántások tömegével az Alföldön, hántatlan tarlók, elmunkálatlan tarlók tömegével az Alföldön. Ezek olyan károkat növelő, fokozó tényezők, amikről le kellene mondani, el kellene felejteni, és egy nedvesség veszteséget csökkentő, a nedvességet helyben tartó technológiai rendszerre kellene átállni. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy ne pazaroljuk el évente a talajba kerülő nedvességnek hozzávetőlegesen a felét. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ha 4-500 mm csapadék leesik, akkor körülbelül 200-250 mm csapadék nedvesség úgy távozik a talajból, hogy azt a növény hasznosítani tudná. Ez egyrészt technológiai kérdés, másrészt talajállapot kérdés. Hiszen ahhoz, hogy a nedvességet a talajban lehessen tartani, olyan talajállapotra van szükség, ami tömör, zárórétegtől mentes, képes a nedvesség befogadására, helyben tartására is, amikor asszályos időszak van, akkor a növény számára felvehetővé váló formában meg tud jelenni. Ezek azok a kérdések, ezek azok a problémák, amik élőek és amik az ország legnagyobb részén akkor is a megoldást jelentik hosszú távon, hogyha egyébként az öntözés fejlesztés valóban egy olyan kérdés, ami várat magára, ami a terület, az öntözött terület nagyságának a kétszeres, háromszoros növelését rövid időn belül el kell írni, és az idei év arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs tovább idő a halogatásra, de gondoljunk csak bele, hogy ha többszörösére növeljük az öntözött terület nagyságát, a jelenlegi 70-80 ezer hektárról fölmegyünk akár 300 ezer hektárra, vagy potenciálisan elérhető 500 000 hektár, akkor is
az ország szántó területének 90%-a, vagy több mint 90%-a az öntözés nélkül kell, hogy művelhető és gazdálkodható legyen. Tehát száraz gazdálkodásra kell berendezkedni, és ott azzal a nedvességgel kell gazdálkodni, ami egyébként a talajra kerül, és ami átlagos években nem kevés a hazai viszonyok között, akár a kukoricára, búzának, kalászosoknak, széles sorközű növényeknek elegendő nedvességet tud biztosítani többi technológiai elem harmonikus összhangjával együtt. Öntözés fejlesztésről csak akkor beszélhetünk, hogyha ugye van rendelkezésre álló víz. Tehát mindenféleképpen valahogy a bejövő vizeket, a Tisza és a Duna vizét meg kell fognunk vízlépcsőkkel, vagy valami hasonlókkal. Erről mi a véleményed? Az egyetlen olyan ország vagyunk Európában, amely azt a luxust még megengedi magának, hogy több vizet enged ki az országból, mint amennyi beérkezik. Ez az alapvető kiindulási alap. Tehát nekünk minden jogalapunk megvan arra, hogy a vizet itt helyben tartsuk az országban. Amikor öntözésfejlesztésről, illetve tágabb értelemben vízgazdálkodásról beszélünk, azt gondolom ketté kell választani a feladatokat. Az egyik az állami kormányzati feladat, a másik a gazdálkodói feladat. Az előbb a gazdálkodói feladatokról, lehetőségekről beszéltünk, ami a földterületen, a szántóterületen a víz helyben tartását jelenti. Ami az állami szerepvállalás, az az, hogy azt a nedvességet, azt a csapadékot, azt a vizet, ami az ország határon belül van, azt akkor tartsuk itt, amikor az rendelkezésre áll. Záportározókkal, víztározókkal, táblamenti vízelvezetőkkel, belvízelvezető csatornákkal. Nagyon sok lehetősége van ennek. Ezek nyilvánvalóan nem gazdálkodói összefogást, ezek kormányzati szintű összefogást igényelnek, és költséget, hiszen ennek óriási költsége van. Ez valóban egy komoly vízrendezést és egy állami szerepvállalást igényel is feltételez. Az öntözés fejlesztéssel együtt, ami mondom önmagában nem fogja megoldani a vízgazdálkodási problémákat. Én ezért sem beszélek szándékosan csak önmagában öntözés fejlesztésről, hanem mezőgazdasági vízgazdálkodásról, hiszen az jelenti a teljes rendszernek a kezelését. Dávid, nagyon régen nem beszéltünk, már eltelt a nyár, és hát ez a nyár, ez nagyon sok érdekességet hozott a gazdaságban, a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági vállalkozók életében, finanszírozásában. Hogyan tudtok alkalmazkodni ezekhez a megváltozott gazdasági és politikai körülményekhez? Minden gazdálkodó, mi is nehezen. Teljesen új világot élünk. De nagyon érdekes, hogy évekig jártuk közösen a gazdálkodók, és egy kicsit azt éreztük, hogy olyan stabil a helyzet. Persze vannak kisebb, nagyobb problémák, de mert most szembenézünk, a gazdálkodás minden elemében megváltozott. Beszélhetünk a háborús helyzetről, a Covid helyzetről, beszélhetünk az irányadó kamatlábok emelkedéséről, és hát ugye a legfontosabb, amit látunk, ilyen makrogazdasági indikátor, az a hihetetlen nagy infláció, ami körülvesz minket. Hogyan tudnak a termelők ezzel azonosulni, ezekkel az óriási változásokkal? Hiszen megszokták itt az elmúlt években, vagy az utóbbi évtizedben, hogy szinte mentetek utánuk, kínáltátok a pénzt, majdnem, hogy ingyen pénzt kaptak, hogyha a kamatokat nézzük. Hát nyilván sokkolja őket ez a kamatszínvonal. 11,75-ös jegybanki alapkamatról beszélünk most. Azt kell látni, hogy az még emelkedhet. És erre megy rá a banki haszon. Tehát a 2-2,5%-ról belépünk a 12-14-15%-os kamat korszakába. Ezt látni kell, hogy az jelen pillanatban kigazdálkodhatatlan. Tehát valószínűleg a hitelezés vissza fog esni. Viszont van jó pár olyan kamattámogatott termék. Van még az NHP program végéből le nem hívott részek. Az Agrár Széchenyi Kártya program, ami mind-mind támogatott, és ezekkel tudnak az ügyfeleink élni. És még egy fontos dolgot szeretnék elmondani, idősebb termelőkkel beszélgettem, a 90-es években ugye 30-40%-os kamatok voltak, és akkor is működött a gazdaság, amit figyelembe kell venni, de most nagyon hirtelen jött. Ez egy alkalmazkodásra van szükség, ezt az időt kell valahogyan áthidalni, ami szerintem forgóeszközfinanszírozási igénybe fog megtestesülni. Saját számításaink szerint 500 milliárd forint forgótőke hiányzik a mezőgazdaságból, illetve az asszály miatt majdnem egy 1000 milliárdos veszteség érte az ágazatot. Tehát most van egy olyan szituáció, amikor azt gondolom, hogy termelőnek, inputanyagforgalmazónak, gépkereskedőnek, banknak, gabonakereskedőnek mind fel kell götni a gatyát, hogy tudjuk emögé biztosítani az inflációból és a károkból származó
hatást, hogyan tudjuk a forgótőkét biztosítani. A jövőben biztos nem beruházásokról fogunk beszélni. Az a szerencsénk, az elmúlt években oly sok beruházást megvalósítottunk az ügyfelekkel, amelyek most termelnek. Most utol kell érni ezt a színvonalat, a dimenzióváltást élünk meg, ez a lényeg. Említed a beruházásokat, hát ugye arról szólt az utóbbi 2-3 év, hogy nagyon sok pályázat jelenik meg a mezőgazdaságban, és hát ugye meg is jelentek, és a termelők azok pályáztak. Elnyert pályázatok vannak. Na most mit láttok ezekből a pályázatokból? Mennyi nem valósul meg? Jelentős része megvalósult, vagy megvalósítás alatt van. Azt gondolom, hogy a kormányzathoz hasonlóan, amelyet beruházást elkezdtek az ügyfeleink, és a finanszírozás megvan mögé, ami zömében még olcsó, kamatokkal működik, az be fogják fejezni, meg lesz. A következő időszakot látom nagyon nehéznek, az elnyert, de még meg nem kezdett, és még bankkal le nem tárgyalt beruházásoknak a megvalósíthatósága romlott nagyon jelentős százalékban, és még ugye nem is beszéltünk arról, hogy az infláció miatt az építőipari költségek, az alapanyagok, a kivitelezési költségek is az egekben vannak. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz időszaknak nézünk elébe, és valószínűleg nem a beruházási időszakként fog bevonulni ez a magyar agrárgazdaság történelmébe. De ez 1-2 év. Én abszolút optimista vagyok, mert a jövő évben nehéz lesz a gazdaságnak, de az agrárium lesz a legfontosabb, hiszen élelmiszer alapanyagot elő kell állítanunk, táplálkoznunk kell. A pénzügyi válság 2008-9-10-ben is megmutatta, hogy az agrárium a legválságállóbb az összes közül. Persze lesznek problémák, látjuk a műtrágya hiányt és minden egyéb mást, de működni fog az ágazat, és egyszerűen a termelőknek meg kell tanulni alkalmazkodni ez az időszakhoz. András, folytattátok az űrutazásotokat, amit az Agromos Expo-n megkezdtetek ebben az esztendőben. Most mivel érkeztetek ide a Bábolnai Gazdanapokra az űrből? Hát az űr után lejöttünk a földre, hiszen egy jurtával jelentünk meg, de természetesen a jurtán belül egy eredeti holdkőzet is megtalálható, és ugyanúgy a kis filmünk is, amivel kitekintünk, azért nem hagytuk el ezt az indítatásunkat, hogy mi azért mindenképpen szeretnénk magyar vetőmagot az űrbe juttatni, de nagyon fontosnak tartottuk, hogy azért megjelenítsük azt is, hogy a földet, az eget összekötő tényező az a vetőmag, így a jurta, az ősi magyar hagyományaink, a kurultáj, ahol összejövünk, kiértékeljük az évet, itt le tudjunk ülni egy sátorba, mégis a magyar gyökereinket, a magyar vetőmagot tudjuk így a földdel összekötni. Ez a fajta megjelenés, amit ti most már kiállításról kiállításra csináltok, ez merőben szokatlan a magyar piacon. Tehát a többiek nem nagyon csinálják ezt, ti úttörők vagytok ebben. Miért csináljátok? Nagyon szépen köszönöm. Tegnap hallottam az egyik látogatótól, hogy atipikus a megjelenésünk. Ez amúgy nagyon büszkeséggel tölt el, hiszen pont ezzel tudjuk magunkra felhívni a figyelmet, de nem mi vagyunk ebben igazán a fontosak, hanem a magyar mezőgazdaság és ezen belül a magyar nemesített, magyar genetikai alapokon nyugvó vetőmag. És nem csak a magyar gazdálkodókat kívánjuk megszólítani, hanem a közel Kárpát-medencét, és ugye ahogy az új kisfilmünkbe is át kívánjuk vinni azt az üzenetet, hogy a közép-ázsiai országokba kívánunk kitörni, és ezt kívánjuk megjeleníteni, ezeket az üzeneteknek alkalmazunk jurtát, virágcímert és űrhajót, ha kell. Ismeretes, hogy óriási aszály van az országban. Hát ez a vetőmag előállítása is kihatott vélhetőleg. Hogyan tudták a szaporító területeitek átvészelni ezt a rettenetes nagy meleget? Nagyon nehezen, sőt, nagyon sok helyen lehetetlen módon, tehát rendkívül nagy kiesések vannak a hibrid növények esetében, hiszen már említettük, kalászos növényekben azért ekkora gondot nem látunk, kellő mennyiségben áll rendelkezésre megfelelő minőségű vetőmag a kalászos és az őszivetési növényeknél, de ki kell jelentenünk, hogy a hibrid növényeknél a hibrid vetőmag előállítások katasztrofálisan sikerültek, kifejezetten a környezeti viszonyoknak köszönhetően. Le kell ülnünk, ki kell értékelnünk. Ahogy miniszter úr is mondta a tegnapi napon, az önrendelkezésünket nem adhatjuk föl, és ennek alapja az élelmiszer, a minőségi, biztonságos élelmiszernek alapja a hazai vetőmag. De hogy látod, hogy azért lesz elegendő vetőmagotok tavaszra,
kukoricából? Én úgy gondolom, hogy vetőmag hiánnyal nem kell számolni, viszont a kedvelt fajtákból kijelenthető, hogy nem lesz elégséges, sőt, elgondolkodtató, így ahogy vetőmagokkal foglalkoztató kollégákkal itt a hibrid növényeknél, ugye egy 3-4 évre történő előre tervezésről van szó. Tehát előfordulhat, hogy azok a már megkedvelt fajták 3-4 éven belül se lesznek elérhetők, hiszen az idei alaptörzs előállítások sem sikerültek. Ilyen szempontból meggondolandó az, hogy mik azok a fajták, amiket most használunk, és a következő 3-4 évben fogunk tudni használni, hiszen az lesz csak elérhető. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Arcok, sorsok, sikerek és tanulságok a magyar agráriumból, Aszódi János Portrék című könyvében. 53 beszélgetés a jelenből és a múltból, szubjektív válogatásban. További információk és rendelési lehetőség az umm.hu per Portrék oldalon. Vásároljon Kézi H. és Bernard gép kapcsolatot mindkét márka hivatalos magyarországi forgalmazójától, az Agri CS Magyarország Kft.-től. Használja a nyári melegben az MV Szupari spórás talajbaktérium készítményt. Mikrovitál. Az Axiák közösségi oldalain mindent megtalálsz, ami mezőgazdaság és építőipar. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Keres minket! Valósítsa meg precíziós álmait a mezőgazdaság digitális átállásának szakértőjével, a Kite ZRT-vel. Részletekért keresse a Kite gép értékesítőit. Minőség, megbízhatóság, gazdaságosság. Japán Kubota traktorok a Kétkata Kft.-től. www.kétkata.hu. New Holland mezőgazdasági és építőipari géppaletta az Agrotec Magyarország Kft. Kínálatában. Világszínvonalú gépek, folyamatos kedvezmények, professzionális háttértámogatás. Itt a GEM, a lekvár és a befőtt készítés ideje. Ehhez adok tippeket, ötleteket az Én kis kertem című könyvemben. Ha még nincs meg, rendeld meg az umm.hu oldalon. Finom, természetes és magyar. Frissen préselt almalé a Jonadrinktől. Készül a műtrágya a Nutricon Kft. Gyártó során. Nagy múltra tekint vissza a hidasi üzem, ugyanis a településen az 1800-as évek végén indult el a gyártás. 1975-ben már a hazai foszfor műtrágya egynegyedét és a növényvédőszer termelés mintegy felét adta a gyár. Az IKR Agrár már több mint egy évtizede kapcsolatban van a hidasi üzemmel. Korábban így gyártott termékeket forgalmazta a cégünk közvetett módon. Közvetlenül 2018-ban kerültünk kapcsolatba a Nutricon Kft.-vel, ahol mikrogranulás tartereket és lomtrágyákat vásároltunk, és 2020-as évektől kezdődően pedig saját fejlesztésű mikrogranulát startereket gyártották részünkre itt Hidason, illetve ezeket forgalmaztuk ugye a hazai gazdák számára. A kapcsolat most még szorosabbá vált, ugyanis hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a két cég. A Covid-járvány, a gáz árának emelkedése, az ellátási láncok lassulása is arra ösztönözte az IKR Agrárt, hogy bővítse a hazai gyártású termékek körét. Úgy gondolta az IKR Agrár cégvezetése, hogy egy hazai gyártással, hogy ezek a problémák valamilyen szinten kiküszöbölhetőek, biztonságot nyújtanak ugye a gazdák számára. Az IKR Agrár küldetése az, hogy a gazdákat megfelelő inputanyagokkal a megfelelő minőségben ellássa, és hát ugye ebben a tudatban végezzük mi a mindennapi munkánkat, és ezért fontos az, hogy ez a hazai gyártás megvalósuljon. Itt említeném meg azt, hogy ebbe az IKR Agrárnak már van gyakorlata, annak ellenére, hogy Európában az Agrofert cégcsoport az Európában másik legnagyobb műtrágyagyártó kapacitással rendelkezik. Nyilván ugye ezek a gyártói kapacitások külföldi országokban találhatóak elsősorban, de van gyakorlatunk hazai gyártás terén is. Pere Martonban készülnek ugyanis hasonló keretek között az IKR Agrár Komplex műtrágya családja.
A hidasi üzem egyik erőssége a gyártói kapacitás. Itt elég nagy volumenű mikrogranulált starter műtrágya gyártására nyílik lehetőségünk, tehát amelyet szeretnénk a jövőben kihasználni. De nem csak a mennyiséget, hanem a kiváló minőséget is biztosítja a hidasi gyár. Ennek érdekében itt Hidason a minőségbiztosításra nagy gondot fordítunk, ugyanis rendelkezünk itt egy modern, korszerű, jól felszerelt labor háttérrel, ahol ugye folyamatos vizsgálatokat végzünk ugye a termékek gyártása során, és hát ugye mi a magyar gazdák részére ezeket a termékeket megfelelő minőségben szeretnénk biztosítani. Az üzemben az IKR Agrár számos terméke készül majd. A termékek skálája széles. Gondolok itt elsősorban ugye a makro- és mikrogranulás tartalgyártásra. Erre itt kiváló lehetőségünk adódik, illetve emellett folyékony műtrágyák gyártására is van lehetőség a hidasi gyárba. Itt is a skála elég széles. Gondolok itt a vizes oldatokra, illetve ugye a szuszpenziós műtrágyákra, valamint szuszpemulziók gyártására is van lehetőségünk. Eckhardt Ármin 15 esztendővel ezelőtt tette le a voksát az IKR mellett. 25 éve él Magyarországon, és jelenleg 1200 hektáron gazdálkodik babót mellett. Ebből van egy 450 hektár búza, 250 repce, 250 kukorica, és a többi ápa és napraforgó, és egy kis cukoripa. Az Eckhardt Agro Kft. Ügyvezetője szívesen kipróbálja a mezőgazdaság újdonságait. Az IKR lomtrágyáit már évek óta használja. Kicsiben kezdtem, próbáltam, aztán én szerintem jó volt, aztán mindig több használom, aztán most már csak IKR termék használom. Kevesebb eső van nekünk, és a szilárd műtrágya nem old föl, például májusban. Az utolsó fajtrágyás a búzába például, aztán ahhoz most mentem a lovospeedhoz. Azt használom kétszer. Az könnyű használni. Például a növényvédelemmel egyben megyünk. Eckhardt Ármin úgy véli, a hidasi gyártásnak számos előnye lesz a gazdálkodók számára. Többek között a földrajzi közelség. Nincs nagy szállítás, több asszak keresztbe, én szerintem. Jósonabb fog idejönni. Hidas nem csak egy korszerű üzemet, hanem két nagy kapacitású raktárával egy komoly logisztikai bázist is jelent az IKR Agrár számára. A gazdálkodóknak pedig stabilitást, jobb tervezhetőséget és kiszámíthatóságot biztosít a hazai gyártás. Joggal nevezhető sónak a Valkon 2007 Kft. Gép bemutatója, amelyet két év után ismét szeptemberben rendeztek meg Cegléden, hiszen a gazdálkodók számára hasznos információkat egy igazán látványos program keretében adják át. Milyen szakmai szempontok alapján állítjátok össze ilyenkor a bemutatandó gépek listáját, sorrendjét? Természetesen a Valkon Kft. Kínálatát mutatjuk be, és mivel egy króne só, ez a szálastakarmány betakarítási technológiának a sorrendjén megyünk végig, de itt a kasszákat mindig Valtraktor húzza, a bálát ezt egy krámberakodó pakolja majd a Virton bálaszállító pótkocsira, és becsempésztük az egyéb állattenyésztéshez kapcsolható gépeket, mint a Samson trágyaszórót, illetve elhoztunk egy csodálatos technikus pótkocsit, amit inkább a hely miatt, hogy egy ilyen raktárba hogyan tudunk egy ilyen géphez leüríteni. A show a gépkínálat felsorakoztatásán kívül arra is alkalmat ad, hogy a gazdálkodók, akiknél már használatban vannak ezek a gépek, megoszthassák tapasztalataikat, hiszen az elégedett vásárlónál nincs jobb reklám. És persze nem maradhat el ilyenkor a jövő, és lehet, hogy nem is annyira a távoli jövő felvillantása sem. Igaz, csak videóról, de a show közönsége megismerhette a Krone és a Lemken közös fejlesztésű autonóm traktorját is. Ezek távirányítással működnek, a gépeknek a fizikai vezérlését, hogy ezek hol vannak, az a RTK korrekció határozza meg, és ami nagyon fontos, a traktornak a vezérlését még a mögötte lévő munkagép határozza meg, hogy merre menjen, hogy menjen, milyen tempóban, és itt ez a fontos, hogy a munkagép vezérli a traktort. Azt gondolom, hogy ez nagyon itt van a nyakunkon, és nagyon közel járunk ahhoz, hogy ezek az autonóm gépek önállóan és pilóta nélkül dolgozzanak. Már egy nem
traktorgyártó, mint a Krone is készít ilyen erőgépeket. Nyilván ennek van egy olyan célja, hogy a vezérlés mutassa és a vezérlését a traktornak prezentálja, és mutassa meg a vezérlő lehetőségeket, de nagyon itt van a nyakunkon, 3-5 éven belül akár Magyarországon is elérhetők lesznek ezek a gépek. Hogyha jól láttam, akkor ugye ezek hibrid megoldások, tehát elektromos hajtás is és dízelhajtás is van ezekben. Igen, természetesen, hogyha egy olyan munkaeszköz használunk, mint egy kaszánál vagy egy munkaeszköznél, akkor egy elektromos hajtással megy, és ez a gép egy talajt akar művelni, akkor pedig egy dízelmotor fogja azt a 250 lóerőt leadni. A show programjának összeállításánál gondolnak azokra a kisebb gazdaságokra is, amelyek mérettől függetlenül igyekeznek professzionális megoldásokat alkalmazni. 10 éve foglalkozunk a Samsung rágyaszórókkal, és az elmúlt 4-5 évben tudtuk azt az áttörést elérni, hogy ma már évente 10-15 darab gépet is értékesítünk kis és nagy gazdaságok számára egyáltalán. Azokon a helyeken, ahol a professzionális kijuttatás és a minőség, illetve hogy a homogén szóráskép meglegyen, azok a gazdaságokban találtuk meg a partnereinket. Nyilván sok bemutató és sok demo után, de ma már nagyon szép számban tudunk értékesíteni ezekből a rágyaszórókból. A show végén, hát mi mást mutattatok volna be, mint a szecskázótokat, az óriási szecskázót. Hát itt is van innováció, újdonság, amit itt elmondott a kollega Gábor. Ezekben a gépekben folyamatosan fejlesztik, hogy minél megbízhatóbb, minél kezelőbarátabb legyen. Amit én nagyon szeretek ezekben a gépekben, amit a Gábor is hangsúlyozott, azok a telemetriai megoldások, amikor távvezérlésről meg tudjuk nézni a gépnek a hibakódjait, az állapotát. Erről kap a tulajdonos is információt, illetve mi a szerviz oldalon is tudjuk segíteni, akár a bolygó másik oldalára, hogy a gépen mit tudunk állítani. Nagyon érdekes év ez a 2022-es év, óriási aszály van, nagyon magasak az input anyagárak, problémák vannak a gépgyáraknál, a gépek gyártásával, sokat kell várakozni. Milyen ez az év, hogyha a gép eladásokat nézzük, a gépértékesítéseket? Gépértékesítési szempontból mindenképpen rekordévről fogunk beszélni. A mi KFT-nk esetében ez már gyakorlatilag is szeptember 11-én, azt mondom, igen, az árbevétel tervén nagyon szépen alakulnak. Nyilván egy rosszabb mezőgazdaságnak rosszabb év, az gépkereskedő szempontból a jövő következő évben fogjuk érzékelni. Azt gondolom, 2023-as lesz egy olyan év, amikor ezek az eladások visszaesnek. Mennyit kell várniuk a termelőknek a megrendelt gépekre? Hogyan tudnak a beszállítóitok gépet adni? Világválságot élünk, a beszállítási határidők nem mondanám, hogy meg lerövidültek. Nagyon sok gyártónál mindig 7-8 hónapos szállítási határidőkről beszélünk. A Krónénál időben kellett ahhoz rendelnünk, hogy jövő május rét gépeink legyenek. A Valtra gyártás jelenleg a következő év májusánál jár szintén. Ha egy Kramer rakodót pedig most megrendelek, azt jövő augusztusában fogják legyártani, tehát a szállítási határidők még egyelőre nem rövidültek. Thank you.
Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkba ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon, de keressenek bennünket a YouTube-on is az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne feledjék, a Facebookon is ott vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint a jövő héten szombaton reggel 6 óra 35 perckor megismételjük. Új műsorra vasárnap reggel 6 óra 20 perckor jelentkezem. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, legyen nagyon szép a napjuk!